Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. Április 20-a van, Tivadar és Töhötöm névnapja. 417 éve szerencsen a rendi országgyűlés Bocskai Istvánt választotta Magyarország fejedelmévé. 1931-ben ezen a napon született Branislav Csiga Milenković, szerb színész. Most pedig érkezzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. A szerb kormány meghatározta a havonta kiszállítható terménymennyiségeket. Vajdasági borászatokat, pálinka főzőket és kézműves sörfőzdéket támogat a tartományi mezőgazdasági titkárság. Aszfalt burkolatot kapott Csantavéren a második Szőlősor utca. Újabb madármérgezés történt. A szerb kormány meghatározta a havonta kiszállítható terménymennyiségeket, tudta meg a tányuk. Havonta 150 ezer tonna búza, illetve kukorica, továbbá 20 ezer tonna liszt és 8 millió liter finomított napraforgó olaj kivitelét hagyta jóvá a kormány. A tájékoztató szerint havi szinten a jóváhagyott mennyiségeknek legfeljebb a 20%-ára kérhető kiviteli engedély minden egyes termékcsoportra. Ha az exportőrök nem szállítanak külföldre, illetve túllépik a megengedett mennyiséget, a következő hónapban nem nyújthatnak be kiviteli kérelmet. A kérelmeket a folyóhó 20-ától 25-éig, májusban pedig 22-e és 28-a között lehet benyújtani. A kormány elfogadta azt a döntést is, amely szerint 10 000 dináros egyszeri segélyt fizetnek ki az általános és középiskolákban, illetve a felsőfokú, a kutató és más kapcsolódó intézményekben dolgozók részére. Erre a célra az államkasszában összesen 1 milliárd 600 millió dinárt biztosít. Már 56 napja dúlnak a harcok Ukrajnában, az országot több mint 5 millióan hagyták el. A jelentések szerint a háború új szakaszába lépett, az oroszok megindították a szárazföldi támadást Ukrajna keleti részén, a szakadár területeken pedig továbbra is folyamatos a bombázás. Mindeközben Kijevbe érkezett Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, a Fehérház pedig azt közölte, hogy Joe Biden amerikai elnök jelenleg nem tervez ukrajnai látogatást, Volodymyr Zelenszkij meghívása ellenére sem. Az elmúlt napokban egyébként több európai vezető is járt Kijevben, hogy támogatásáról biztosítsa az ukrán elnököt és az ukrán haderőt. Folyamatos a bombázás a szakadár területeken. Összecsapások vannak Harkivban és Mariupolban is. A harkivi állatkert közölte, hogy két dolgozójukat, akik az oroszok előrenyomulásokor is a helyszínen maradtak, hogy gondoskodjanak az állatokról, holtan találták. Ezzel egy időben Ukrajna előzetes megállapodást kötött Oroszországgal egy humanitárius folyosó létrehozásáról, amelynek célja a nők, a gyermekek és az idősek evakuálása az ostromolt városból. Az ukrán kormány legutóbbi közleményében több mint 20 ezer áldozatról beszélt. A dél-ukrajnai kikötőváros 50 napja blokád alatt áll, élelem, víz és gyógyszerhiánnyal küzd. Ukrajnában több országból is érkezett fegyverszállítmány, mintegy 100 francia tervezésű Mistral rakétát adományozott Norvégia az országnak. A Pentagon közlése szerint pedig újabb repülőgépeket, valamint repülőgép alkatrészeket küldtek az országba. Kedden az amerikai elnök azt közölte, hogy az Egyesült Államok tüzérségi fegyvereket küld Ukrajnának. A Fehérház szóvivője pedig azt mondta, továbbra is adnak lőszert és más felszerelést Kijevnek. Eközben Olaf Scholz német kancellár arról beszélt, hogy az orosz invázió a nemzetközi jog kirívó megsértése, a több ezer civil ember halála pedig háborús bűncselekmény, amiért az orosz elnöknek kell majd felelősséget vállalnia. Kiemelte azt is, hogy nagyon fontos feladat a háború más országokra történő átterjedésének megakadályozása, ugyanakkor megismételte, hogy a NATO nem avatkozik be közvetlenül a háborúba.
Oroszország átadott Ukrajnának egy egyértelmű megfogalmazású megállapodás tervezetet és várja a választ, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője szerint a labda az ukránoknál van, várják a választ. A szóvivő azzal vádolta meg az ukrán felet, hogy folyamatosan eltér a korábbi megállapodásoktól, és nem mutat hajlandóságot a tárgyalási folyamat intenzívebbé tételére. Fiatalokkal a Kremlben megtartott találkozóján Putyin azt hangoztatta, hogy Oroszország el fogja érni az élet normalizálódását és a békét a Donyec-medencében. Megismételte, hogy a 8 éve tartó Donyec-medencei tragédia kényszerítette ki, hogy Oroszország elindította az elnök által különleges hadműveletnek nevezett háborút Ukrajna ellen. Anna Brnabics miniszterelnök cáfolja azokat a találgatásokat, amelyek szerint már megállapodtak arról, hogy Szerbia szankciókat fog bevezetni Oroszországgal szemben. Mindig igazat mondunk az állampolgároknak. Jelenleg az egyetlen álláspont a Nemzetbiztonsági Tanácsunk és a kormányunk álláspontja, vagyis az, hogy ellenezzük az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat, és tiszteletben tartjuk Ukrajna területi integritását, nyilatkozta Brnabics az RTS-nek. Kijelentette, nehéz megvédeni Szerbia elvi álláspontját, mert napi nyomásnak van kitéve az ország. A nemzetközi jog egyértelmű, viszont az, hogy a világ erői azt az adott pillanatban a nekik megfelelő módon használják, az más kérdés. Minket, mint területileg kis országot, ez a nemzetközi jog véd meg, tette hozzá Brnabics. Recesszióba sodorhatja a világgazdaságot az ukrajnai háború elhúzódása, áll a Moody's elemzésében. A nemzetközi hitelminősítő közölte, alapeseti előrejelzési forgatókönyve azzal számol, hogy a válság legalább néhány hónapig eltart, és az ukrajnai invázió miatt Oroszországra kirótt amerikai, európai és egyéb szankciók legalább 2 évig érvényben maradnak. Megállapítják, hogy minél tovább húzódik a válság, annál nagyobb a világgazdaság egészére kiterjedő recesszió kockázata. Biztosan recesszió lesz, ha Oroszország és Európa energiahordozó kereskedelme teljesen leáll. Úgy fogalmaznak, ez jelentős globális stressz helyzetet okozna, függetlenül attól, hogy melyik fél a kezdeményező. Ekkor a Moody's szerint egész Európa recesszióban kerülne. Ennek hatására valószínűleg globális szinten is komoly mértékben lassulna a növekedés, esetleg világgazdasági recesszió alakulna ki. Vajdasági borászokat és pálinka főzőket, illetve kis kézműves sörfőzdéket támogat a tartományi mezőgazdasági titkárság. A vállalkozók olyan felszerelések és eszközök beszerzésének vásárlására tudtak pályázni, amelyeket az alkoholos italok előállítására és tárolására használnak. Az idei pályázaton 53 borászat és pálinka készítő összesen 56 millió dinár támogatásban részesült. Mi konkretno ćemo iskoristiti za opremu za punjenje, to jest za čepljenje sa inertnim gasom da bi poboljšali kvalitet očuvanja vina. A na drugu stranu naručili smo i 3 barik bureta da isprobamo vino da probamo markiramo, pošto smo mi bili fokusirani na proizvodnju mladog vina, tako da bi sada od prošle godine neko vino stavili u barik burade čisto da vidimo kako bi to izašlo. A kiskézműves sörfőzdék támogatására 7 millió dináros keretösszeg volt előlátva, amiből 3,7 milliót ítéltek oda az 5 sikeres pályázónak. Sad je trend nekog rasta craft pivarstva u Srbiji, ono kaskamo za svetom, da je ono tržište recimo Slovenije, Hrvatske drže oko 6-7%, a kod nas je to svega za sad 1%, tako da ima potencijala za još rast, ali daleko od toga da se uključuje veći broj kafića i poveća se broj pivara, tako da onako beleži se pozitivni rast i kod konzumenata. A tartományi mezőgazdasági titkárság az eszközbeszerzési költségek 50%-át állja vissza nem térítendő támogatások formájában. Ezek a kis üzemek évről évre pályázhatnak, és szoktak is pályázni, és az a tapasztalatunk, hogy ezáltal nagy mértékben hozzá tudunk járulni az ő fejlődésükhöz, és előre tudjuk vinni azokat a fejlesztéseket, amelyeket ezek a támogatások nélkül csak pár év múlva tudnának saját erőből kigazdálkodni ezek a szereplők. 2016 és 2022 között a tartományi mezőgazdasági titkárság a borászokat és pálinka készítőket 275 millió dinárral támogatta.
Aszfalt burkolatot kapott Csantavéren a második Szőlősor utca. A munkálatok összértéke 22 millió dinár körül van, mintegy 100 háztartás mindennapi élete vált ezáltal könnyebbé. Csantavéren kívül Hajdújáráson és Szabadkán is voltak hasonló beruházások a közelmúltban, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint az utca hivatalos átadás alkalmával. Tóth Bagi Verona már 39 éve lakik a frissen aszfaltozott Csantavéri utcában. A többi lakóval együtt nagyon örül, hogy végre könnyebb lesz a közlekedés, és szebbé vált az utcájuk. Amikor ide kerültem, tehát mindenféle volt sár olyan, hogy a kocsik nem bírtak kimenni, akkor voltak szervezések is, téglával, salakkal, kavics törmelékkel azzal lett föltöltve, és hál' Istennek most megértük azt is, hogy az idén sikerült ezt is megkapnunk. Csantavéren 6 szőlősor utca van, amelyek közül ez volt az egyetlen, amely még nem rendelkezett szilárd útburkolattal, mondta dr. Pásztor Bálint, Szabadka város képviselőtestületének elnöke. Az utca 1 kilométer hosszú, nagyjából 100 háztartás él itt, közel 22 millió dinár a munkálatoknak az összértéke. Most itt vagyunk Csantavéren, de más beruházások is történtek a közelmúltban. Befejeződött például a Hajdújárási Dózsa-György út második szakaszának az aszfaltozása. Ezen kívül a városban a közelmúltban befejeződött a Jován Mikity út újraaszfaltozása, korszerűsítése a Majsai hídtól a Szegedi útig, valamint a Csárnyevics utca. Dr. Pásztor Bálint kitért a jövőre vonatkozó tervekre is. Csantavéren a Boris Kidrics utcában, a szabadkai vasutas településen pedig a Kun Ernő utcában tervezik javítani az útburkolatot. Ami a csatorna hálózatot illeti, hamarosan indul a Tiszta Szerbia keretein belül a munkálatoknak a kivitelezése. Ugye tudjuk, hogy Szabadka, Palics, Bajmok és Csantavér érintett pozitív értelemben, és a következő 5 évben ez be kell, hogy fejeződjön, el kell, hogy a munkálatokat végezzék. Ez ugye nagyjából 120 utcát érint csak Szabadka területén. A Zorka és a vasutas település területén bővül a vízvezetékhálózat, 10 szabadkai helyi közösségben pedig már zajlik a gázhálózat bővítése, köztük Palicson és Ludason is. Emellett 10 helyi közösségben mart aszfalttal javítják az utakat. Az EU Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős külön megbízottjával találkozott Belgrádban a szerb államfő. Alekszandar Vučić azt mondta, 9 év múlt el a brüsszeli megállapodás aláírása óta, de nincs előrelépés, mivel Pristina nem hajtja végre a vállalt kötelezettségeket, mindenek előtt a szerb községek közösségének megalakítását. A köztársasági elnök Miroslav Lajcsáknak azt mondta, támogatja a biztos törekvését, hogy politikai kompromisszum szülessen és megérti a szerb álláspontot. Miroslav Lajcsák azt mondta, továbbra is az lesz a célja, hogy az Európai Unió segítségével folytatódjon a dialógus. Hozzátette, a tagállamok azt várják, hogy Belgrád és Pristina hajtsa végre a megállapodásban foglaltakat. Átvették megbízó leveleiket az április 3-i magyar országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók a Magyarországházban. A magyar országgyűlési választás múlt szombaton jogerőre emelkedett hivatalos végeredménye szerint a Fidesz-KDNP pártszövetség 48, a hatpárti ellenzéki összefogás 38, míg a Mi Hazánk mozgalom 6 listás mandátumot szerzett. Egyébként a parlamentben a Fidesz-KDNP pártszövetségnek 135 mandátuma lesz, tehát 2/3 többségük van. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Juhász Erzsébetre emlékeztek Topolyán. Szemét kupacba rakott fészket egy hattyú Belgrádban. Most nézzük, mi lesz a közügyekben. Szia, Aténe, mivel készültetek?
Szia, köszöntöm a nézőket! Műsorunkban arról a rendeletről tudhatnak meg többet, amelynek értelmében a régi mezőgazdasági gépeket is le lehet regisztrálni. Majd nádvágással foglalkozunk, Erzsébet lakra látogatunk. Indul az esküvő szezon a jó idő beköszöntével, és ha már tavasz, itt az ilyenkor szokásos fáradtság, megmutatjuk, hogyan küzdhetjük le. Tartsanak velünk! Köszönjük! Marihuána termesztés gyanújával őrizetbe vett a rendőrség egy 70 éves férfit. Az idős ember Uzsicében él, benti körülmények között termesztette a marihuánát. Ervét kábítószer előállításával és kereskedelmével gyanúsítják. A házkutatás alkalmával egy improvizált laboratóriumban 1,4 kg marihuánának tűnő anyagot találtak, továbbá 47 magot, amelyekről azt gyanítják, hogy kanabisz magok. Tudatmódosító tablettákból 62 darab volt a férfinél. A házban egy precíziós mérleget is találtak, valamint 7 cserében 90-től 120 cm magasra nőtt kanabisz növényeket és kisebb palántákat. Robbanás történt egy sziléziai szénbányában. 4 vályár és egy mentő meghalt, közölte a média. 20 sérültet kórházba szállítottak. Az 1000 méteres mélységben történt robbanást feltehetőleg metángáz robbanás okozta. A robbanás pillanatában 42 bányász dolgozott a térségben. A mentőakció elindítása után egy másik föld alatti robbanás is történt, amely eltorlaszolta a mentőcsapat néhány tagját és számos sérülést okozott a bányászok körében. A mentők további 7 szemét keresnek a lengyelországi bányában. Az elmúlt egy napban 921 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak Szerbiában. A vírus szövődményeiben 4-en haltak bele, ezzel az áldozatok száma 15.940-re emelkedett. Kórházban jelenleg 471 beteget kezelnek, 22 ember állapota válságos, ők gépi lélegeztetésre szorulnak. 1407 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Magyarországon az elmúlt 24 órában. A kór szövődményeibe újabb 29 beteg halt bele, így az elhunytak száma 46.000-re emelkedett, közölte a koronavírus.gov.hu szerdán. Kórházban 1603 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen. Hetvenöt évvel ezelőtt született Juhász Erzsébet, topolyai származású író, kritikus, irodalomtörténész, pedagógus. Az 51 éves korában elhunyt vajdasági és magyar irodalomban egyaránt jelentős alkotóra szülővárosában emlékeztek koszorúzással, Csernik Attila grafikus művész kiállításával, irodalmi értekezéssel és Bencsik Orsolya monográfia kötetének bemutatójával. Hozzátartozói, tisztelői az irodalmi élet, valamint a topolyai önkormányzat és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői helyezték el a kegyelet virágait Juhász Erzsébet sírjánál a topolyai nyugati temetőben. A megemlékezés részeként a Juhász Erzsébet könyvtárpadlás termében megnyílt Csernik Attila grafikus művész Juhász Erzsébet özvegyének kiállítása is. Nagyon kiegészítettük sokat, én is támogattam őt, ő is engem, szóval még volt a kölcsönös hatás is egymásra. Sági Varga Kinga irodalomtörténész kritikus tartott irodalmi értekezést, majd bemutatták Bencsik Orsolya rendhagyó monográfia kötetét, mely az énekes Krisztina Rondyikái címet viseli és Juhász Erzsébet életművét dolgozza fel. Úgy szerettem volna a földimet, mert Juhász Erzsébet egyébként szintén topolyán született, mint én, bemutatni, illetve az ő munkásságát, hogy egy kicsit elhelyezzem abban a közegben, amik hatottak rá, vagy akikre ő hatott. Tehát ugye a korábbi nemzetik, illetve a mostani nemzetikben, hogy milyen kérdésekről, problémákról foglalkozott. A topolyai könyvtár 2014-ben vette fel Juhász Erzsébet nevét, és tiszteletére megnyílt az intézményben a Juhász Erzsébet emlékszoba, ahol helyben olvasható és kutatható életműve, valamint megtekinthetők személyes tárgya is. Nárai Éva, az intézmény igazgatója elmondta, Juhász Erzsébet ma is az egyik legaktuálisabb vajdasági magyar szerző, ezért is ajánlott olvasni műveit.
amikor azokról a kérdésekről beszélünk, amire azt mondjuk, hogy ez korunk vagy napjaink égető problémája, kiderül, hogy nem, ez már az ő problémája is volt, és ő is kereste rá a választ. Tehát legyen szó kisebbségi létről, legyen szó elvándorlásról, legyen szó hazaszeretetről, legyen szó hagyományokról, arról, amit úgy nevezünk, hogy itteniség. Ő ezekkel minden foglalkozott. Az 51 éves korában elhunyt író a vajdasági és az egyetemes magyar irodalom meghatározó személyisége. A megemlékezésen Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott beszédet. Mindaz, ami itt nálunk, az osztrák-magyar monarchiától kezdve tájnak-e vidéknek, ennek a hangulatnak, ennek az életérzésnek, egy női sajátos látószögnek a megjelenítése mind-mind együtt az életművet úgy gazdagítja, hogyha valaki meg akarná ismerni ezt a tájat, akkor mindenképpen úgy gondolom, hogy az ő műveit el kell olvasni. A megemlékezés május 11-én folytatódik, amikor a Juhász Erzsébet könyvtár középiskolások számára szervez irodalmi vetélkedőt. Szakmai konferenciát tartottak a tartományi képviselőház nagytermében a Fiatalok és az örökség, hagyományok és jövő a határmenti régióban című projekt keretében. A projekt célja, hogy a határmenti régió kulturális örökségét közelebb hozza és elérhetőbbé tegye a fiatalok számára. A projekt célja, hogy a szerbiai és magyarországi fiatalok előadásokon, műhelymunkákon és tanulmányi utakon keresztül jobban megismerjék kulturális örökségüket és bekapcsolódjanak a védelmének és megőrzésének folyamatába. A fiatalokat is meg lehet fogni ennek az együttműködésnek, és olyan együttműködésnek, amelyik a hagyományokra alapul, és összegyűjti azokat a kincseket, amikre mindannyian büszkék lehetünk, ebből építkezhetünk. A gyökerek rendkívül fontosak, akár Csongrád-Csanád megyében, akár itt a Vajdaságban. A kulturális örökséget képző értékek, meggyőződések, tudás és hagyományok folyamatosan fejlődnek. A modern kor igényeihez és az új technológiákhoz alkalmazkodva lehet őket tovább őrizni és népszerűsíteni, hangzott el a konferencián. Novi odnosi između kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva širit će prostor za kreativnost i inovacije, povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost, čineći svojevrsnu platformu za interkulturni dialog i saradnju. A kulturális örökség elérhető kell, hogy legyen a szem, az érzelmek és a tapintás számára, és tartalmaznia kell a szeretetet és a tiszteletet, hangsúlyozta Dragana Milošević, tartományi művelődési titkár. Namerno posebno naglašavam reči ljubav i poštovanje, jer upravo te reči moraju da budu u temelju našeg i pojedinačnog, ali i kolektivnog odnosa prema kulturnom nasljeđu, koje nam reči to govori ko smo bili u vremenu koje je za nama i zašto smo danas baš ovakvi kakvi jesmo. A projekt sorozat 2020 novemberében indult, és most áprilisban ér véget. Újabb madármérgezés történt, közölte a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület. Ezúttal a délbácskai Petrőcnél találtak elpusztult állatokat. A feltételezett mérgezés áldozata lett egy réti sas, 6 egerész öjv, 3 barna réti héja és 4 holló. Múlt héten Nagy Kikindán történt mérgezés, akkor egy parlagi sas is elpusztult. Szemét kupacba rakott fészket egy hattyú Belgrádban. Az AFP hírügynökség fotóriportere kapta lencse végre a madarat, amely ott szeretné felnevelni a fiókáit, ahol a szerb főváros szennyvizét engedik a Dunába. A közösségi oldalakon gyorsan elterjedt a felvétel, a Fónet által készített videón a hattyú mellett az is látszódik, hogy rengeteg szemét van a vizem. Hóborítja Délnyugat-Szerbiát, este óta havazik a térségben, 5 cm-nyi hó hullott, a Kopaunikot pedig 35 cm-nyi hó takarja. Az ottani gyümölcstermesztők szerint náluk a növények vegetációja később kezdődik, mint Szerbia más részeiben, ezért remélik, hogy a hideg idő nem okoz majd károkat. Az illetékesek óvatosságra intik a sofőröket.
Holnap hajnalban csökken a felhőzet, a légmozgás is mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 5 fok között valószínű, de helyenként fagypont alá is csökkenhet a hőmérő higanyszála. Csütörtöktől, azaz holnaptól érkezik a felmelegedés, a hőmérő higanyszála 19 fokot is elérheti. Csapadékra az elkövetkező napokban is számítani lehet, így senki se hagyja otthon az esernyőjét. Pénteken is borult esős idő várható. A nappali maximum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul majd. A napokban kettős fronthatás is terhelheti szervezetünket, így a frontérzékenyeknél fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság is jelentkezhet. A Liverpool hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Manchester United együttesét az angol labdarúgó bajnokság 30. fordulójának keddi játéknapján. A Liverpool ezzel átvette a vezetést a tabellán. Igaz, a Manchester City egy meccsel kevesebbet játszott. A találkozón a manchesteriek sztárja Cristiano Ronaldo nem játszott, miután hétfőn újszülött ikrei közül a kisfia elhunyt. A liverpooli drukkerek a találkozón a 7. percben egy perces tapssal fejezték ki együttérzésüket a portugál támadó és családja irányába. Eddig tartott a híradó, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. A szerb kormány meghatározta a havonta kiszállítható terménymennyiségeket. Vajdasági borászatokat, pálinka főzőket és kézműves sörfőzdéket támogat a tartományi mezőgazdasági titkárság. Aszfalt burkolatot kapott Csantavéren a 2. szőlősor utca. Újabb madármérgezés történt. Köszönjük figyelmüket! Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is, most kezdődik a közügyek. Viszontlátásra!